Sziasztok! Elhoztuk nektek az Én időm legújabb részét. Én Bokros Bia vagyok, és nem más ül mellettem, mint... Pavlik Kristóf, sziasztok! Biával nagyon boldogok vagyunk, mint mindenki más, hiszen újra kinyitottak a teraszok, mindenhova lehet járni, és egy kicsit erről fogunk beszélgetni. Bia, gondolom, nagyon örülsz neki, hogy kijárhatunk újra, mint minden élő ember. Kijárni jó, de miért is jó kijárni? Hát igen, ez egy elég jó kérdés, de szerintem ezt nem kell megválaszolni, mert ezt mindenki tudja. Kijárni jó emberek között vagy, kicsit kimész, lazulsz, iszol egy kis kofolát vagy egy sört. Na de innen jött az ötlet, hogy összeszedek nektek 5 érdekességet az alkoholról. Mit szólsz? Szerintem csapathatjuk. Tudtad, hogy az alkoholnak rohadt magas a kalóriatartalma? Igen, csak azért, tudtam. Mert én nem, és én ezzel totál meglepődtem. Én tudtam. Szóval az első rögtön ez, hogy az alkoholnak nagyon magas a kalóriatartalma. Képzeld el, hogy volt egy tanulmány, amiben egy sör az ugyanannyi kalóriát tartalmaz, mint egy fél hamburger. Na, ezt akartam mondani, hogy a biosztanárunk mondta mindig, hogy egy shot az egy hambi. Én ezt mindig azt hittem, hogy ez full hülyeség. Amúgy nem. Szerintem hülyeség. Nem. Egy shot egy hambi. Jó, ez... Az irreális, nem? Hát, hogyha veszel egy koktélt, ami tele van sziruppal, tele van valamilyen juice-el, és akkor simán, mert nagyon magas alapból cukor. Csak mindig úgy képzeltem el a fejembe, hogy egy feles, egy hambi, és ez ugye irreális volt. Jó, nem teljesen. Biztos van benne valami. Igen, nem? igen. Ja. Szóval szerintem ez egy totál meglepő tény volt. Szóval az alkohol hízlal. Igen, és amúgy jó, hát egyébként káros, de most ezzel nem mondtunk újat. Szokták mondani, hogy egészséges meginni egy pohár bort, vagy valaki szerint sört, meg amúgy majd is hallottam, hogy nagyon egészséges koktélozni. Uh-huh. Biztos. Na mindegy, de azt akarom ebből kihozni, hogy képzeld el, hogy nem az a lényeg, hogy mit iszol, hanem az, hogy mennyit. Szóval ha az alkoholt veszed, akkor sokkal fontosabb a mértékletesség, mint az, hogy akkor te csak sört igyál, vagy csak bort. Ezt most még egyszer. Ez a ne keverjünk alapelv, nem? Nem. Akkor tehát rosszul értettem az egészet. Nem az, hogy kevered, hanem tehát hogyha alkoholról van szó, és nem akarod, hogy ez káros legyen, akár hosszú távon, igen, hogyha veszed a berúgást, akkor ott is, de az a lényeg, hogy mennyit iszol, és nem az, hogy mit. Tehát tök mindegy, hogy valami full drága bort iszok, vagy a sütibe való rumot. Hát igazából lényegében igen, csak tudod, az a lényeg, hogy ne igyál annyira nagyon sokat, hogy több legyen benned az alkohol, mint a vér, vagy a víz, vagy igen, érted? Az alkohol, mint a vér. A következő, a harmadik. Mit szólsz ahhoz, hogyha mondjuk veszünk egy férfit és egy nőt, akinek ugyanolyan a testsúlya, és megisznak ugyanolyan mennyiségű alkoholt. Szerinted ez ugyanolyan hatással lesz rájuk? Most akármilyen kijelentést teszek, az szexista lesz, nem? Mond. Ide kéne valami gifa, hogy egy nő így beesik az asztal alá. Szerintem a nők nem bírják annyira az alkoholt, mint a férfiak. Igen, és nem is mondták hülyeséget, képzeld el, azért, mert van egy ADH nevű enzim, ami segít lebontani a májnak az alkoholt, és ez a nőknél sokkal kevesebb. Tehát az állításod igaz, úgyhogy képzeld el, hogy bizonyított tény, hogy a nők kicsit korábban becsicsentenek. Mi van? Ez a Kristóf szólj hozzá a témához nézésed volt? Nem, miért van ilyen nézésem? Biztos van, várj. Tök fölöslegesen akarnék veled kommunikálni tekintetünkben, biztos, hogy nem kapcsolnál. Dehogy nem. Gondolj valamire. Gondoltál? Aha. Még gondolj rá még egyszer? Palacsinta. Tiszta hülye vagy. Sok palacsinta. Rengeteg, gofri. Rengeteg, gofri. Na, látod, majdnem eltaláltam. Dehogy gofrira gondoltam, Kristóf, nem vagy normális. 3-as, 4-es, 5-ös? Kiszámolja, mondom a következőt. Na, az van, Gródi Gyula, mondd-e neked valamit? Persze, hogy hisz tanultunk róla. Literatúrám. Akarom mondani magyar irodalmat. Akarom mondani magyar irodalmat. De nyugi, nem fogjuk elemezni a műveit. Tudom, hogy párat elolvastál, párat nem. Párat én is olvastam, párat nem. De Gródi Gyula kedvenc itala. A fröccs. Igen. És amúgy szerette a bort is, de a fröccs volt a kedvence. És annyira szerette a fröccsöt, hogy el is neveztek róla egyet, a Gródi fröccsöt. Ami? A Gródi fröccs
9 deci bor. És igen. 1 deci víz. Tehát ez egy legenda szerint, Krúdi azt mondta, hogy a víz így megnevetteti a bort. Kegyetlen. Most már értem, miért írt olyanokat, hogy... Jaj, ne, ilyeneket inkább tudom. Eszedbe sült egy cím. Dehogy nem. Azt hittem. Dehogy nem. A... Amiben a... Szégyen. Várjál már. Érettségiztél magyarból? Ja. Ja, nem. Várjál a... Online oktatásod volt neked is? Jó, menjünk tovább. Mi van akkor, hogyha egy gyomorra iszol? Baj. Nem mindig baj. Ez tud jól lenni azért, mert hogyha ha egy gyomorra iszol, akkor sokkal gyorsabban átmed rajtad az alkohol. Tehát igen, berúgsz gyorsan, de sokkal gyorsabb a folyamat. Mert ha előtte kajálsz, és utána iszol, akkor sokkal tovább tart, amíg megemészted, és amíg kihozanodsz, és amíg kimegy a szervezetedből a pia. Ma is tanultunk valamit. Uh-huh. Emlékeztek a barista Bianca részre, most kéne a Bianca... Ilyen koktélkeverés, tudod? Nem, Oktoberfesten, tudod, így rá photoshopolva a nagy német nőkre, akik így fogják a sörtet. Amúgy, hogyha már a piálásnál vagyunk, akkor szerinted fel lehet gyorsítani a másnaposságot? Szóval nem is felgyorsítani, hanem azt az érzés, hogy elmúljon a másnaposság. Elárulhatok egy titkot? Mondd. Én még sose voltam másnapos. Ez akkora kamu. Ez nem kamu. Minden második nap, na mindegy. Na. Mikor láttál másnaposnak? Soha. Most. Áó. Ez fát. Nem mertem mondani. Na de figyelj, ez amúgy egy érdekes fact, mert az emberek bizonyos százaléka, ez immunis a másnapra. Komolyan. Le van vezetve statisztikailag, hogy egy emberből mennyinek. És akkor most mi a gond? Hogy mi a gond? Hát akkor most immunisnak kéne lenned a másnaposságra. Igen. És akkor most mi van? Nem fogok veled beszélni, így fogok ülni. Na, gyere vissza! Nem. Na, igazából csak azt akartam elmondani, képzeld, hogy a másnaposságnak a elmúlását, szóval a folyamatot, azt nem tudod fölgyorsítani. Mert volt erről egy tök sok tévhit, hogy igyál kávét, húsleves, citromos, víz, szódabik. Igen, hideg zuhany, aspirin. Nem, semmi nem segít. Egy picit tud enyhíteni, meg fölráz, mondjuk egy kávé vagy egy hideg zuhany, de azt, hogy az alkohol kimenjen a szervezetedből, még rengeteg vízzel is csak minimálisan tudod megsegíteni. Vagy lehetsz non-stop másnapos, és soha senki se jön rá. Nem, ne legyetek non-stop másnaposak. Hallgassunk Biancára. De Bianca, hát mégis miért szeretünk kiülni egymással? Mi egymással? Mi egymással nem szeretünk kiülni. Nem úgy értem, hanem hát persze, mint hogy a társaság, az emberek, lazulni. De miért? Miért nem? Nem tudom, én másfél év alatt otthon tök megszoktam, hogy egyedül vagyok. Tök jó bulikat tartottam a fürdőszobában egyedül. Hogy ment az ismerkedés? Hát pont ez az, erről beszéltünk előbb, hogy ennek csak az a hátulütője, hogy a fürdőszobában nincs sok más ember rajtam kívül, úgyhogy így elég magányos, de egyébként, hogyha még 2 évig így otthon lettünk volna, akkor valószínűleg megszokom. A számkivetettet láttad, uh-huh. Amikor összehaverkodik a kókuszgolyóval. És képzeld el, hogy én a fürdőszobában összehaverkodok a... Fogkeféddel? A fogkefével. Wow, majd küldj közös képet, jó? Ez totál működőképes lett volna. Tedd ki Facebookra, hogy kapcsolatban még fél évig. De ahhoz több idő kell. Mert? Fél év nem elég. Mihez? Jobban meg kell ismernünk egymást, érted? A fogkeféddel? Aha. Viszont már ismertek egymást egy ideje. Hát de, ez más. Uh-huh. Szóval ezért kell kijárni, hogy ne kezdjünk el ilyenekről beszélni otthon egyedül. Ezt a tanácsot mindenki fogadja meg. Töltsetek sok időt a barátaitokkal, járjatok ki. Ez itt az Én időm legújabb adása volt. Én Pavlik Kristóf voltam. Én pedig Bokros Bia. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!